Nyíregyházi Egyetem rektora köszöntette a friss diplomásokat és hozzátartozóikat az intézmény oklevél átadó ünnepségén. A 2017-18-as tanévben 522 hallgató vizsgázott sikeresen, ebből 360 fő kaphatta meg a diplomáját, közülük 250-en vették át oklevelüket az egyetem diplomaosztó ünnepségén. Idén jelentősen kevesebben voltak azok, akik nyelvvizsga hiányában nem vehették át diplomájukat. Egy olyan 160 ember az, aki nem veheti át nyelvvizsga hiányában, de nagyon-nagyon pozitív az az változás, ami az elmúlt években bekövetkezett, hiszen a végzettek közül most a mai napon 70%-át veheti, tehát azt jelenti, hogy a korábbi évekhez képest nagy mértékben megnőtt azoknak a hallgatónak a száma, aki más sikeres nyelvvizsgával is rendelkezik. A rektor elmondta, hogy ez a javuló tendencia az egyetem által indított nyelvi képzéseknek és tanfolyamoknak is köszönhető, valamint annak, hogy a hallgatók kezdik érezni a nyelvtudás szükségességét. A most végzett hallgatók közül többen is szeretnék folytatni tanulmányaikat a Nyíregyházi Egyetemen. Közgazdaságtant végeztem, felsőfokú szakképzésen, és a további terveim az lenne, hogy szeretnék itt maradni ugye alapképzésen. Ez a tervem. Most jelen pillanatban el szeretném végezni a berszámfejtőt, és akkor jövő februárban szeretnék jelentkezni alapképzésre. Fantasztikus, akkor két évig ez volt a második otthon, az az intézmény. Nagyon hozzá tudtam szokni, egyszer meg volt benne a büszkeség, hogy nyíregyházi diák lehetek, mivel az életemben egy fontos szakaszt is itt töltöttem, és szeretnék ide minden előbb visszatérni. A Nyíregyházi Egyetem képzései közül népszerűek az osztatlan tanári képzések, a gazdálkodási és szociális területű képzések, műszaki és agrárképzések, valamint az országban egyedülálló repülőgépvezető képzés.